pozitív energiakörzetet alakítanának ki a város egy részén, megtermelnének annyi energiát, mint amennyit felhasználnak. A megvalósításhoz egy nemzetközi pályázattól remélnek forrásokat. Játékos könyv készül kortársegítőknek. Az IFI klubba járó Mi egymásért csapatai viszik el a módszertant saját iskolájukba. És negyedik alkalommal tartották meg az Oktoberfestet. A gyerekeket mesejátékkal, a felnőtteket sramli zenével és sörrel várták. Jó estét kívánok! Pozitív energiakörzetet alakítanának ki. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a területen megtermelnének annyi energiát, mint amennyit felhasználnak. A megvalósításhoz egy nemzetközi pályázattól remélnek forrásokat. A körzet a Baross, Árok, Holdfény, Szivárvány utca által határolt területen lenne, kiegészülve az Osan, az IKEA és a Decathlon kereskedelmi zónával. A pozitív energiakörzet jelenti még az épületek hatékony szigetelését, korszerűsítését, a fűtési és hűtési rendszer megújítását, az e-mobilitást és a szemléletformálást is. A nemzetközi pályázat részeként megvalósuló koncepció utolsó, véglegesítés előtti workshopját a Városházán tartották. Egyrészt összeszedtük, hogy milyen megvalósult, a közelmódon megvalósult energetikai fejlesztések voltak a területen. Azt, hogy mik azok, amelyek már folyamatban lévő, tehát megkezdett fejlesztések. Majd utána a távolabbi jövőt, azt pedig egy ilyen World Café jelleggel tekintettük át. Foglalta össze a korábbi pozitív energiakörzet workshopon végzett munkát Dobos Boton Zsolt, a 2040 Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesülettől. Budaörsváros önkormányzata még 2021-ben nyert támogatást a European City Facility pályázaton a pozitív energiakörzet beruházási koncepciójának elkészítésére. A projekt fő célja, hogy a kijelölt városrész az idő előre haladtával több energiát termeljen, mint amennyit fogyaszt. Az első workshopot 2022. április 22-én a Föld napján tartották. Itt bemutatták a pályázatot és a projektet, továbbá a pozitív energiakörzet jellemzőit. A második workshop május 30-án volt. Ekkor interaktív módon próbáltak minél több véleményt és javaslatot begyűjteni a projekt érintettjeitől, melyeket a tervezőcsapat bedolgozott a koncepcióba. Az elkészült dokumentációról pedig a harmadik, egyben utolsó workshopon számoltak be a tervezők. A közlekedés, ami egyébként egy elég jelentős energiafogyasztó, meg széndioxid kibocsátó szektor, de mivel a terület úgy van lehatárolva, hogy igazán nagy forgalmú út nincsen benne, tehát sem az egyesút, sem az autópálya, ezek a köztes útok nem annyira nagy forgalmak, erre csináltuk egyébként egy ilyen energiafogyasztási becslést. Minden esetre a közösségi kerékpárnak az elektromos autók használata az két olyan irány, ami azért fontos, hogy megjelenjen itt a körzeten belül is, ezzel foglalkoztunk. És az egyéb beruházások közé azok kerültek, amelyek vagy nem energiahatékonysági, vagy nem megújulós beruházások, de azért érintik az energiatermelés fogyasztást. Az egyik ilyen az okosmérőknek a hasznosítása, ami önmagában nem elegendő, ha egy okosmérő egy háztartásba bekerül, de ennek a tudatos használatával, az energiatudatosság növelésével, vagy később esetleg a rendszerben az adat használat megosztás egy okos hálózatban tudja segíteni az energiamegtakarításokat. Ez ezért kerül bele. A másik kettő az pedig inkább a városrésznek a vizuális hatását javítja. Ezek az okos napelemes okospadok, meg a szélfák. És ugyan az energiatermelés szempontjából ezek teljesen elenyészőek, tehát sem egy napelemes padtól, sem egy szélfától nem várhatjuk azt, hogy itt majd annyi energiát termel, hogy ez számon tevően bárhol hasznosítható legyen, viszont egyrészt vizuálisan is, másrészt szemléletformálás szempontjából is egy jó irány lehet, úgyhogy ha erre igény van, akkor a később évben lehet vele majd beruházás szempontjából foglalkozni. Leginkább a napelemes fotovoltaikus rendszereknek a elhelyezhetőségét vizsgálták meg. Ezek bekerültek ebbe a beruházási koncepcióba, illetve a földhő-talajhő hasznosításával kapcsolatos beruházások is helyet kaptak. És nagyon fontos az, hogy a szemléletformálás során próbáljunk meg arra ösztökélni a pozitív energiakörzeten belül élőket és dolgozókat, hogy próbáljanak meg energiahatékonyan dolgozni, illetve élni. Ezt segítheti
azok a különféle szenzorok, amelyek kimutatják azt, hogy éppen hol állnak az energia megtakarításban az adott lakosok vagy cégek. Ezek mindenképp hozzájárulnak a szemléletformáláshoz, illetve a beruházási koncepcióban még az e-mobilitás is nagy hangsúlyt kapott, és próbáltunk elektromos töltőket elhelyezni az adott területre, illetve terben van az, hogy esetlegesen majd Budaörsön megvalósul egy közbringa rendszer, és ennek a közbringa rendszernek az állomásait is beterveztük erre a pozitív energia körzetre. A Baross utca, Árok utca, Holdfény utca és Szivárvány utca által határolt úgynevezett pozitív energiakörzetre vonatkozó energiahatékonyságot és a megújuló energia alkalmazását célzó beruházások költségét 7,5 milliárd forintra becsülték a tervezők. Ezt leginkább pályázati forrásból szeretné finanszírozni az önkormányzat. Leginkább nemzetközi EU-s pályázati pénzekből kívánjuk megvalósítani. Most ősszel is fognak megnyílni olyan nemzetközi közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek, például a Horizon Europe program keretén belül, de vannak más nemzetközi pályázatok is, amelyek kifejezetten pozitív energiakörzetek fejlesztésére és fejlesztését is támogatják, illetve annak bizonyos résztevékenységeit, akár például energiaközösség kialakítását, de kalkuláltunk például beruházási hitelekkel, hitelfelvétellel, illetve ugye azt azért el kell mondani, hogy a terület nagy részén cégek, multinacionális cégek dolgoznak, az ő beruházásaikat döntően ők saját forrásukból fogják megvalósítani. Az önkormányzati és tervezői csapatnak október 26-áig kell véglegesítenie és bírálatra benyújtania az elkészült beruházási koncepciót az Európai Unió számára, ahol döntenek annak elfogadásáról vagy a hiánypótlás kiírásáról. Megjelent egy kiadvány, az a címe, hogy Játékos könyv kortárs segítőknek. Ezzel kapcsolatban hívtuk a stúdióba Bakai Gyöngyit, aki a Városi Ifjúsági Klub kulturális menedzsere, ez a hivatalos megfogalmazás, ugye? Igen. Jó estét kívánok, kezdjük. Az, hogy kortárs segítő, azt talán megértjük, tehát az egyik fiatal segít a másik fiatalnak. Miben, és miben segíti őt ez a kiadvány? Hú, nagyon sok mindenben tud segíteni, egyébként most már ilyen gyakorlati szintre helyeztük ezt az egész munkát. Igazából a kiadvány sajnos még nem készült el tökéletesen, némi finomításra még szorul, mert a gyerekekkel mindig találunk még olyan játékot, amit még bele lehet tenni, még bele lehet, és mondtam, hogy ezt az ötletelési szakaszt mondjuk egy olyan egy héten belül azért lezárjuk, hogy ez tényleg... Ezért is nincs itt nálunk, tehát még nem jelent meg könyvformában. Nem jelent meg könyvformában, nem tudom, hogy ez könyvformában lesz-e. A formája az egyébként olyan lesz, hogy én lefűzöm nekik, összefűzöm, és a kortárs segítő gyerekek megkapják egy dobozban a játékokhoz szükséges kellékeket is, meg hozzá ezeket a játék leírásokat, amiket egyébként ők fognak tudni játszani kisebb gyerekekkel, majd nyilván most először a saját iskolájukban. És mondjon egy-két példát. Tehát milyen játék, és ez miben segít, kinek, hogyan? Jó, hát elmesélem a történetét, mert hogy már azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet őket berakni az iskolába. Hiszen az, hogy most a kis mikroközösségében segít, az nem elégített ki bennünket. Mondtam, hogy nem ezért vagyunk együtt évek óta, ezt valahogyan magasabb szintre kell emelnünk. És rájöttünk, hogy az iskolában a gyerekekhez úgy fognak tudni ők, pláne mondjuk akár a kisebbeken keresztül, majd a nagyobbakhoz, odaférkőzni, hogyha elkezdenek velük kicsit közösséget építeni, játszani, akár szünetben, a nagy szünetben, egy ráhangolódó játékot a következő órákra, amiket tudnak egyébként, tehát bármilyen meglepő, ők hetedikes gyerekek most, akikkel a Blayerben már ez el fog indulni egy-két héten belül, alkalmasak erre, tudnak játékot vezetni. Vagy egy nagyon egyszerű kis csapatépítős játékot, amitől egy kicsit talán jobban fog menni akár a másik, a következő órára, vagy elmúlik a szorongása, vagy egy kicsit valahogy föloldódik. Szóval mi erre gondoltunk elsőre, és aztán azt gondoltuk, hogy egy napot, mi keddenként vagyunk mindig együtt a gyerekekkel, ezzel a csoporttal, akiket most beengedünk, így rászabadítjuk a gyerekekre, és azt gondoltuk ki, hogy egy keddi napot szabaddá fogunk tenni minden hónapban, amikor délután is játszunk a gyerekekkel. És akkor ez lesz a rávezetés,
ez lesz a mézes madzag, ezt megeszik a gyerekek, szerintem szeretni fogják. Tehát egészen más az, amikor egy gyerek játszik velük, egy nagyobb, fölnézünk rá, hetedikes, jaj de kedves, jaj de aranyos. Plusz már, ha a nevüket is tudják, és majd fogják őket várni, akkor elképzelhet, hogy a bizalom azért az ki fog tudni alakulni. Na akkor hadd mondjak egy-két kérdést. Amikor én gyerek voltam, ma is egyébként a rosszat álmodok, akkor azt álmodom, hogy orosz dolgozatot kell írni. Nekem valahogy ez volt a mumusom. Készülök az orosz dolgozatra, ma már nincs orosz, teljesen mindegy, matek dolgozatra. Jön egy hetedikes, hogy na majd akkor ő játszik velem. Hát de én azt mondom, de hát még tanulok, hát ha még három szót meg akkor tudok tanulni. Békén tanulni. Akkor azt gondolom, hogy az olyan gyerekeket békén fogja hagyni. Játszani azért sosem kötelező. Jó, de erre meg azt mondják a felnőttek, hogy amit eddig nem tanultam meg, azt az utolsó két percben már hagyjam. Tehát, hogy annak a tudásnak le kell ülepednie. Én hiszek ebben az utolsó előtti pillanatban azért, úgyhogy azt gondolom, hogy és ennyire nem rámenősek a mi gyerekeink, tehát nyilván aki nem szeretne, az akkor kívülről szemléli. Biztos lesz ilyen is. Igyekeztem őket fölkészíteni arra, hogy lesz olyan, hogy nem fognak játszani. Lesz olyan, hogy nem akarják majd. De hogy nem baj, mert mi próbálkozunk. Szóval, hogy ez nem a mi kudarcunk, hanem ez nyilván ez egy bevezetés, hát ilyet nem csináltunk még sosem. Milyen játékokat játszanak? Egy-két példát mondjon. Hát nagyon egyszerű csapatépítő játék. A legegyszerűbb például a kicsit ezt a szorongásoldást kártyákkal szoktuk megoldani, vannak ilyen helyes Dixit, múzsák, meg egyéb társasokból kiszedem a kártyákat, ezt egyébként ők meg fogják kapni ebben a dobozban, tehát lesz egy komplett készletük erre, és azt beviszik, azt mondják neki, hogy milyen órátok lesz, nem tudom, matematika dolgozatot fogunk írni, úgy nagyon fél, húzz egy kártyát, és mesélj róla, hogy most hogy érzel. Annak megfelelően húzz egy kártyát. Hogy milyen érzések vannak benne. Egészen más az egyébként, és ezt a gyerekektől is tudom. Tehát a visszacsatolás az mindig nagyon pozitív, és tényleg nagyon sokszor megerősít, hogy amikor kimondom, hogy mit érzek, akkor már egészen más hogyan van. Lehet, hogyha én erről elkezdek beszélgetni, akkor oda jön egyébként a másik, ő is beszélget, lehet, hogy jön a harmadik, ő is beszélget, és lehet, hogy ha csak három gyereknek lesz jobb az a dolgozat, vagy a három gyerek lesz kevésbé szorongó, akkor már megérte. De itt a szorongással is foglalkoznak, vagy egyszerűen csak játszanak, és a játék átsegíti a gyerekeket a játék átsegíti. Nem, ők azért nem professzionális segítők. Nagyon sok olyan játékot fog tartalmazni, meg tartalmaz már most is ez a játékoskönyv, ami rém egyszerű. Lejátszottuk már százszor, tudják a gyerekek, egyébként gyakoroljuk. Tehát most napi szinten ki is tettem a Facebookra, hogy vezetik a saját csoportjukat, hogyan kell a játékot levezetni, mi történik akkor, amikor nem akar játszani, mi történik, mikor azt mondja, hogy de én ezt szeretném tízszer, és még egyszer, és még egyszer, és mondjuk ma ők meg már nem ezt szeretnék, szóval hogy hogyan lehet például ezeket a határokat meghúzni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen rendesen föl vannak készülve erre, és nagyon reméljük a legjobbakat, plusz ráadásul az van a fejünkben, hogy ha ez a játékos rész beindul, akkor havonta egyszer még szeretnénk egy beszélgetőkört is a gyerekekkel, mert hogy azt meg nagyon szeretik. És hogy mekkora varázsa lehet egy ilyennek, nekem ez van a fejemben, hogy nem egy felnőtt vezeti, mert a kortárssegítő csoportokban is imádnak beszélgetni, akkor is, ha én vezetem. De én azt gondolom, hogy az a varázs, amikor beül a hetedikes, és azt mondja, hogy meghirdeti, kibeszélőnek fogjuk hívni, tehát már neve is van. Hogy most a barátságról fogunk beszélgetni délután 3-tól 4-ig, és ha kedvetek van, akkor gyertek, és mondjuk, és havonta egyszer csak 10 gyerek fog oda menni, de lehet, hogy sokkal több. És tudnak kötetlenül beszélgetni. És ezek a gyerekek, a kortárssegítős gyerekek tudnak az érzésükről mesélni és beszélni. És ez vezet valahová? Tehát ha mondjuk a kártyát kihúzza valaki, és elmondja, hogy a Marika néni engem nagyon nem szeret, és én teljesen mindegy, hogy mit fogok ma felelni, akkor is 1-est vagy 2-est ad nekem. Hát ezt kimondhatja ezt is, igen, hogy a Marika néni őt nem szereti. Érzésekkel sosem vitatkozunk. Hát ha ezt érzi, akkor ez az ő érzése. Nyilván ők nem fogják ezt elemezni. Tehát ez a játék, ahogyan ők fogják vezetni, ez pont arra jó, hogy kijöjjön belőlem valami, ami oda bent van. És lehet egyébként nagyon sokszor meg is oldódik azzal, hogy kijön. A Marika néni sztori valószínű, hogy nem itt fog megoldódni, de hogy azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dologra rá tud világítani egy-egy ilyen játék, hogy ők figyelik a gyerekeket, hogy hol van valaki, akinek mondjuk komplex segítségre van szüksége, vagy ki az, aki többet szeret ilyen-olyan, amolyan játékot játszani, tehát hogy szerintem ők alkalmasak lesznek erre. Hogy lehetett megtalálni azokat a gyerekeket, akikből kortárs segítők lettek? Hát már nem lasszóval fogjuk, mint az elején. Úgyhogy hál' Istennek annyira jó, hogy ha ezt idegeneknek álmodom, mindig így csodálkoznak, hogy a kamaszok imádnak beszélgetni. Nagyon szeretnek. Sosem mondom, hogy
kell jönni a csoportokba. Soha nem mondom, hogy ide kötelező járni, és fú, fejvesztés terhe lesz, hogyha ti nem jöttök. Idén azt megpróbáltuk, hogy két hetente legyünk együtt élőben, és a másik héten meg vagy online, vagy gyakorolunk, tehát hogy legyen a gyakorlás, hogy elmegyünk a terepre. És pont tegnap meg tegnap előtt volt ugye a két nagyobbaknak a kortárs segítő csoport, és azt mondták, hát mi most fölvezetjük azt, amire biztos nemleges lesz a válasz, de megpróbáljuk, hogy hetente szeretnénk jönni. Ezt egy 13 éves gyerekek. Tehát, szóval én azt gondolom, hogy aki egyszer beteszi a lábát, az nagyrészt ott ragad. Általában hoznak még gyerekeket, mert a barátnők mindig szeretnek akkor együtt jönni. Nagyon jó a hangulat ezekben a csoportokban, és azt gondolom, hogy a csoportnak egy eszméletlen nagy megtartó ereje van. És nagyon klassz támpontot ad nekik. Bármit be tudnak hozni, és ezt tudják. Bármikor meg lehet engem keresni, ezt is tudják. Soha nem élnek vele vissza. Tehát amiket hallunk innen-onnan, nem tudom, hogy nem szabad a gyerek ne tegezzen, soha semmiféle problémám ebből nem volt. És azt gondolom, hogy tényleg ilyen baráti kapcsolatban vagyok a gyerekekkel. Most már 3 kortárs segítő csoportunk is van idén is. Ha nagyon bírnám, még lehet, hogy egy negyediket is lehetne, de most azt gondolom, hogy a szétforgácsolódás meg már most nem segítene és nem is használna. Mennyire lehet és mennyire kell őket irányítani? Mert nyilván, ha összejönnek a fiatalok, akkor a fiúk mondjuk az autókról beszélgetnek, ha nem tudom én milyen számítógépes játékokról beszélgetnek, a lányok mondjuk a sztereotípiákat, de mondjuk beszélgetnek az öltözködésről. Én egyszer egy ilyen beszélgetésben felvetettem, hogy a középiskolások, ott középiskoláról volt szó, nyilván arról beszélnek, hogy milyen ruhába nem szabad mondjuk elmenni az iskolába. Mert hogy nekünk régen köpenyt kellett hordani. Igen. És mondják, szó sincs erről, nem erről beszélgetnek, hanem arról, hogy mondjuk az iskola folyosóján lehet-e és kell-e csókolózni. Beszélgethetnek igen a csókolózásról is abszolút, de általában azért ennek van egy kötött programja. Tehát ez a kortársegítő képzés nem úgy néz ki, hogy beülünk és akkor dumáljunk gyerekek. Van egy ilyen része is, meg szokott ilyen lenni, pláne ha valami konkrét ügy van, vagy konkrét probléma van, de általában azért egy önismereti résszel, személyiségfejlesztő résszel kezdünk, van benne konfliktuskezelés, megtanuljuk az én határainkat, megtanulunk normálisan kommunikálni, szóval, és nagyon-nagyon sokat játszunk. Szerintem ezt élvezik egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sosem unalmas. Tegnap így épül föl egyébként, hogy hétfőn vannak a legkisebbek, kedden a közepesekük hetedikesek zömében, és akkor szerdán meg már a nagyok, akik vegyesen vannak gimnazisták köztük, de több gimnazista van. És például most tegnap egy nagyon mély dologról beszélgettünk, hogy például alkoholista szülőnek milyen a gyerekének lenni. És felolvastam nekik Elekes Dórának a Muter és a Gin című könyvét, az egészet. És egy hihetetlen klassz beszélgetés történt meg az utóbbi napok történéseit berakva, a 11 éves kislány, aki öngyilkos lett, a Kosztolányi Dezső gimnáziumból, aki kiugrott a fiú. Szóval, hogy, és ráadásul van egy kosztolányi is kislányunk a csoportban, és hogy ez hogyan érinti meg őket. Ő például elmondta, hogy meg többen egyébként a visszacsatolás mindig az, hogy nekik nagyon jó az, és nagyon jót tesz mindenkinek, hogy tudnak arról mesélni, hogy ők hogy érzik. Nem bántja meg a másikat azzal, hogy te hülye vagy, nem akarok többet hozzászólni, hanem tudja azt mondani, hogy nekem ez most, amit tettél, ez nem esik jól. Uh-huh. Szóval, hogy egészen máshogyan tudnak már ők kommunikálni. Hogy másról is beszéljünk, október 12-én indul az IFI klubban a Selfie önismereti kamasz csoport. Ez miről szól majd? Hú, izgalmas lesz, ez egy nagy kihívás. Nagyon ritkán van így nagyobb csoportunk, tehát akik a kicsik mindig nagyon szeretnek jönni. Ez a 9-10-11 éves korosztály, ott ugye a szülő beiratja, jöjjünk, kiküldött, van egy ilyen kör, és hogyan jöttél ide? Anyukám küldött, és te hogyan jöttél? Anyukám küldött. És most ez az, ahol például már a kamaszok jelentkeznek. Tehát, hogy most ott tartunk, hogy van már 16 éves, most gyűjtő funkcióban van ez a program, hogy leginkább ilyen 14-16 éves kamaszoknak szeretném ezt csinálni, ezt két hetente leszünk együtt, a köztes hétben pedig ülepszik az, amit ott másfél órában csináltunk, egy nagyon klassz, kicsit élménypedagógiai, kicsit élménypszichológiai program lesz. És hát nem titkolt szándékom, hogy utána majd egy újabb kortársegítő csoport jó lesz a gyerekekből, tehát hogy legyen egy ilyen kicsit egy ilyen felmenő rendszer, vagy átmenő rendszer.
Úgyhogy én nagyon nagy örömmel vágok ennek neki. Ez attól szelfi, hogy ismerjem meg saját magamat? Attól szelfi, igen. Mások tükrében nézem én magamat, de igen, igen, és szeretik. Tehát ez a meglepő, amit egyébként a felnőtteknek szoktam mondani, hogy hát, hogy nem úgy szokott történni a kiválasztás, hogy meg a bejövetel, elsőre persze biztos, pláne a kisebbeknek, hogy hozza a szülő, de utána maguktól jönnek, és szeretnek jönni. Akkor még egy utolsó dologról, október 28-án lesz legközelebb társas parti. Ez olyan túl egyszerűnek tűnik, meg egyébként én sok vidéki művelődési házban is látom, hogy meghirdetik, hogy jöjjenek társashozni, és hát nem nagyon mennek. Viszont van, ahol ez nagyon-nagyon jól működik. Hát itt is nem is sorolom föl, mert a felsorolnám, még holnap reggel is itt lennék, hogy hányféle játékkal lehet játszani. Igen, ezek a saját játékaim, én ezt vettem, gyűjtöm ezeket, mert minden táborban nagyon klassz előszedni, amikor szakad az eső, vagy amikor már tényleg van olyan, hogy nem tudunk magunkkal mit kezdeni, mondjuk ilyen még nem volt, de bármilyen eshetőségre föl kell készülni. És jönnek nyilván a váz, az ugye a kortárs segítő gyerekek. Ők jönnek, és hozzák az osztálytársakat, a szülőket, a nagyszülőket, a szomszédot, a nagy mindenkit. És legutóbb például nagyon sokan voltunk. Nagyon várják is, tehát tudom, hogy szülők már jelezték, hogy mikor társasozunk. Vannak játékmesterek? Nincs játékmester egyébként. Kimondva nincs játékmester, viszont van egy anyuka, akinek tüneményes gyerekei vannak, és ők minden társasjátékkal úgy tudnak játszani, ahogy mi sem. Nekem van olyan társasjátékom, amit úgy vittem oda, hogy hát én ezzel sem is nem tudok játszani, tehát megmutatni nem fogom tudni, de örömmel venném, hogyha valaki segítene, és ők nagyon hamar imádtuk. Tehát sose gondoltam volna, hogy egy évig ott van a polcon, nem játszunk vele, mert egyszerűen nem értem, és ők értik. Plusz hát összejönnek közösségek, tehát hogy itt játszik mindenki mindenkivel. Olyan gyerekekkel játszunk mi is, felnőttek, meg a nagyszülők, mindenki, aki nem a saját gyerekem. Azt sem tudom, hogy kicsoda, de oda jön Dezsőke, hogy ő ezzel szeretne játszani. Gyere, Dezsőke, játszunk. Van egy hangulata egyébként ennek nagyon. Régen a szottüdülőkben volt ilyen. Hát ez egy olyan modern szottüdülő. Ha már ilyen régi hasonlátokat hoztuk. Sok mindenről beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm. Megtartották a budaörsi Oktoberfestet. Már negyedik alkalommal rendezték meg a programot. A gyerekeket a Hahota Gyermekszínház előadása, a felnőtteket pedig Salmi zene és sör várta. Meg persze volt Bajor virsli és sült kolbász, és a talpalávalót pedig a Gaudi Buám zenekar húzta. A rendezvény teljes bevételével a Karizma Budaörsi Római Katolikus Nevelés-Oktatási Alapítvány támogatják. A kis csizma hosszú csizma, csillag ragyog, mint a prizma. Fényes gadonatúj, felhúzhatja a lábára csizmás kandúr. Csizmás kandúr, csizmás kandúr, kalandokra kész. Mokány macska, nyolka macska, elegáns és merész. Egy klasszikus meseszínpadi átdolgozásával vette kezdetét a Matrix iskola udvarán az immár negyedik budaörsi Oktoberfest. A rendkívül szeszélyes és kiszámíthatatlan időjárás ellenére zsúfolásig megtelt az iskola udvarán felállított sátor. A lelkes közönséget még azt sem zavarta, hogy a darab felénél özönvízszerű eső zúdult a sátorra, hangjával egészen elnyomva az előadást. Feldobta a szombati napunkat, mert máskülönben így a nagy eső miatt nem nagyon tudtuk volna eljutni a délután, úgyhogy örülünk neki, hogy volt egy ilyen lehetőség. Nagyon színvonalas a darab, felkészültek a színészek, van benne zenés részlet is, úgyhogy nagyon tetszik a gyerekeknek, két gyerekkel vagyunk. Mennyire szeretik egyébként a Csizmás Kandúr történetét, és ez mennyire más, mint amit megszoktak? Szerintem szeretik a Csizmás Kandúr történetét, bár még elég kicsik, ő még csak 4 éves. Szerintem ez nagyjából követi az eredeti felosztást, bár már én sem emlékszem teljesen 100%-ig, de szerintem korhű a darab. Hola! Most ide jött! Istét feleségül veszed, és nász ajándékül kérem az egész irodalmat! Add ide és hordd el magad! Óriás Ottó! Látod, a sok halak való, udvarod és hadsereget! Mit gondolsz most, hová siet? Hová szalad sebben a jobban? Lányomat ne kapod meg! Akarod innen te! Szörnyet!
mi már 2007 óta játszunk együtt, szóval olyan régi a társulat. Ilyen ismert, klasszikus meséket dolgozunk fel, meg olyanokat, amik nekünk is nagyon tetszenek. Most a Csizmás Kandúra történetével ismerkedhettek meg a gyerekek. Mennyire követte ez a történetet az eredeti mesét, és hát mit lehetett hozzátenni, amitől egy kicsit hahotás lett az egész? Hogy mitől is lett mondjuk hahotás? Mondjuk, hogy elkezdett közben esni az eső. És azok a poénok, azok csak akkor születnek meg igazániból. Van egy cselekmény történet, tehát amit mi is követünk, meg van természetesen megírt szöveg, meg zene, de ha a közönség úgy kívánja, hogy itt kell egy poén, akkor annak meg kell születnie. Mik a tapasztalatok egyébként a mai gyerekek, akik azért egész más meséken nőnek föl, mennyire vevők az ilyen klasszikus régi mesékkel, hogyha itt nézhetik? Szerintem nagyon. A gyerekeknek minden új. Szerintem nem lehet azt mondani, hogy ez nekik már nem jó. Nekik minden jó. Ők örülnek mindennek, ők nagyon hálásak, és azért nagyon szeretünk nekik játszani. És ez az esőben megviselt közönség most milyen volt? Szuper, nagyon aranyosak, annyira jól kitartottak, csöndben voltak, figyelték az egész történetet. Ez nem lett volna ilyen siker, hogyha ezt nem, ez nekik is köszönhető, szóval ez egy közös játék. Akiket kevésbé kötött le a paraván előtt zajló kavalkád, azokat kézműves foglalkozás várta a játszósarokban. Egy oroszlánt kaptunk, amit el kell készíteni a sörényét, meg szemeket csinálni, meg nagyjából ragasztani. És így el kell készíteni egy oroszlánt. Mennyire tudtad kiélni a fantáziádat, miket raktál bele? Hát... ezt az oroszlánt közösen csináltuk. Barnát, pirosat, sárgát. Igen. Otthon csináltunk kartonpapírból ilyen unikornist, meg oroszlánokat, és arra gondoltunk, hogy kreppapírból a gyerekek elkészítették a sörényüket, hogy ezzel is, hogyha valakit nem érdekel esetleg a báb előadás, akkor ezzel is lefoglaljuk őket. Milyen lehetőségük van kiélni a kreativitásokat? Vannak-e benne olyan dolgok, amik egyénileg megoldhatók? Hát mindent úgy próbáltunk megcsinálni, hogy egyénileg csinálják meg, hogy teljes mértékben ki tudják magukat élni. Hoztunk szemeket, kreppapírt, mindenféle színt, meg ragasztót természetesen, úgyhogy remélem nagyon tetszik nekik, és ahogy látom és elnézem, szerintem bejött a téma. Az idei programot a Karizma Alapítvány szervezői állították össze. Őket támogatta az is, aki a bejáratnál felállított asztalon található zsákba macskákból vásárolt, vagy belépőt vett az esti táncmulatságra. Az alapítvány a beteg-ápok alapkezelőnél pályázott, és ennek a támogatásával valósul meg ez az egész szervezés, és a rendezvény bevétele pedig az alapítvány támogatja, ezzel pedig ugye, mint az iskolát már évek óta segítjük a rászoruló gyerekeket, akkor az iskola udvarának a kialakításába segítettünk a tavaly évben, és hát változatlanul, hát él ez az alapítvány, és segíti az iskolát, attól függetlenül, hogy én nyugdíjban vagyok. A hamisítatlan bajor hangulatról este a Gaudi Buám zenekar gondoskodott. A repertoárjuk alapvetően sramli zenéből, rock'n'rollból és klasszikus táncos lágerekből állt. Körülbelül 15 éve hoztuk létre a zenekart, alapvetően szári fiatalokból, és akkor utána ez több tagcserével alakult, és most már 6 településről vagyunk 7-en. Mennyire meghatározó a hagyományos sváb zene, illetve hát mivel lehet kiegészíteni úgy a repertoárt, hogy az azért beleférjen ebbe a közegbe? Hát ugye az elsődleges célunk az a hagyományos sváb zenének az öregbítése. Ezt ki tudjuk egészíteni osztrák slágerekkel, német slágerekkel, magyar foxokkal, magyar könnyű zenei slágerekkel, és akkor így próbáljuk vegyíteni. A neve az Oktoberfestnek, ugye ez a, mint a nevében is van, szület utáni és a mulatságnak a kezdete. Na most ez csak egy példa, hát a
Azt tudjuk, hogy az egész az Németországból, Münchenből ered, ahol igen nagy hagyománya van már elég régóta. És azért csak egy példa, az idei Oktoberfeste 6 millió liter sörrel számoltak, hogy annyi kell minimum. Hát majd meglátjuk, hogy ez mellett még mennyi, hány tonna csirke, meg kolbász, meg húsz fogyott, vagy fog fogyni, de hát ez vele jár, ugye. De azért itt nem ekkora nagy a fogyasztás, ugye? Hát itt azért nem, ez sokkal kisebb. Nem, alapvetően itt azért gondoltuk azt, hogy ne kelljen elutazni azért Münchenbe, főleg a mai viszonyok mellett ez nem is egy olcsó dolog, meg... És én úgy gondoltuk, hogy ez a régi sváb hagyományokhoz hozzátartozik, mert ez most ugye a báli időszak következik, mi ne tudnánk ezt úton megcsinálni, és hál' Istennek most már negyedik alkalommal sikerült megrendezni, csak hát állandó fixeljünk itt sajnos. A Szentben iskolában volt egy olyan gondolat, hogy a szülőknek mit tudunk mi adni, amely által egyébként a várost is be tudjuk hozni az iskolába, ez volt az első gondolat. A másik, ami gyakorlatilag ebből következett, vagy nem tudjuk pontosan melyik az, ami megelőzte esetleg a másikat, az az, hogy hogyan tudjuk a német helyi kultúrát a fiatalok számára, a középkorosztály vagy a még kisebbek számára szerethetően bemutatni. És ez a kettő egybecsengett, amikor elkezdtünk erről gondolkodni. Ezért van az, hogy az első három Oktoberfestnek a helyszíne az a Szent Benedek iskolának az udvara. Ugye most az iskolát fel fogják újítani, ezért nem tudtuk oda szervezni. A Matrix iskola befogadott, ezúton is köszönjük. Maga a körítés, aki ennek a lábát, a fundamentumát adta, az a Karizma Alapítvány, illetve a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat. És abba bízom, hogy ez a fajta német kultúra budaörsi gyökerekkel, budaörsi csatlakozással folytatódni fog. Már csak a helyszínt kéne konstans megtalálni, ahol mindig be tudunk így kérezkedni, és egy ilyen nagyszabású, kb. 500 főtől befogadó rendezvényt tudunk szervezni. A program most is jól sikerült, este hétre már zsúfolásig megtelt a sátor. Kígyúzó sorok várták a sört és a Matrix iskola konyháján sütött finomságokat. Ahogy a hangulat oldódott, megjött a tánc kedv is, és egyre többen ropták a tradicionális sváb táncokat. Hétközben a TV24 Budaörsi magazinját látták. Most jön Bétót László és az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsor. Ha írnának nekünk, az e-mail címünk az, hogy tv24@tv2040.hu, de megtalálnak minket a Facebookon is. Mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!